Caillou megrémült. Azelőtt még sosem hallott ilyen hatalmas zajt kintről. Gilbert! Hát, itt vagy! Semmi baj, Gilbert. Csak nagy vihar van. Szegény Caillou megpróbálta megnyugtatni Gilbertet, de a villámok és a dörgések őt is megijesztették, és ha Caillou éjszaka megijed, akkor a szüleire vágyik. Gyere, Gilbert, ide, gyorsan! Apa! 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 Minden rendben, Caillou? Megyek már! Megyek! Caillou! Caillou! Hol vagy? Ide bent! Hát itt vagy. Miért bújtál be a szekrénybe? Nem szeretem a vihart, apa! Igen, tudom. Gyere! Hát, ha fel tudlak vidítani egy bögre forró csokival. Jól van. A viharok nagyon sok zajjal járnak, ugye? Ez csak a szél, Caillou. Becsukom az ablakot. Caillou örült, hogy az apukája behúzta a függönyt, de azért egy kicsit még mindig félt. Isteni! A tied milyen, Caillou? Apa! Tüntesd el a vihart! Próbáljuk együtt eltüntetni. Hogyan? Kisfiúként én is féltem a vihartól, de a nagyi megtanította számolósra. Szeretnéd, ha megmutatnám? Mikor villámlik, elkezdünk számolni. Mikor a dörgést meghalljuk, megállunk. És a vihar eltűnik. Kipróbáljuk? Egy, kettő, három. Amikor legközelebb számolunk, tovább fogunk jutni, ami azt jelenti, hogy a vihar távolodik. Komolyan? Ha gyorsabban számolok, gyorsabban fog elmenni. Most, hogy Caillou a számolós játékot játszotta apukájával, a vihar már nem is tűnt olyan ijesztőnek. Megint dörögni fog, apa? Igen, Caillou, megint dörögni fog. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét... Elszámoltam hétig! Az előbb még csak ötig tudtam elszámolni. Ez működik! A vihar tényleg el fog menni! Igazad van. És most itt az ideje, hogy lefeküdj. Gyere csak! Már megyek is, apa! Most, hogy a vihar elment és Gilbert mellette volt, Caillou ismét biztonságban érezte magát. Erdei kirándulás. Caillou alig várta az erdei kirándulást az óvónénivel és a barátaival az óvodából. Ma kincsvadászatra indulunk. Nagyon élvezetes lesz. Hurrá! Milyen kincsvadászatra? Caillou még sosem volt kincsvadászaton az erdőben. Mindannyian találunk majd kincset, és természetesen hazavisszük. Nézzétek azokat a vicces képeket! Tudjátok, hogy mik ezek? Állatlábnyomok? Így van, Liu. Ezek lábnyomok. Ez egy madáré, egy nyuszi, egy szarvasi és egy medvéjé. Ez hatalmas! Caillou izgatottan várta, hogy mit fog találni az erdőben. Nézzétek ezeket a tavirózsákat! Látjátok, a vízben nőnek, és nem a földben. Caillou azt hitte, hogy egy csodás kincset talált a tóban. Milyen vicces halak. Ebi halnak hívják őket. Ők a bébi békák. Ott van még egy! Óvó néni bekapta azt a legyet. Ó! Rebep. Brek, brek. Rebep, rebep.
Nos, keressünk nyomokat. Nézzétek ezt a fát! Rengeteg nyom van rajta. Az egy értékes kincs, Leo. Azok fognyomok. Tudjátok, hogy melyik állatfoga elég erős ahhoz, hogy ilyet csináljon? Barna bundájú, hosszú lapos farka és nagy első fogai vannak. Talán hód? Így igaz. És ez itt a hódháza, amit gátnak hívnak. A hódoknak fát kell rágni, hogy kopjanak a fogaik. Az egy hódháza? Beleshetünk? Nem szabad megzavarni őket. Fontos, hogy sose avatkozzunk be a természetbe. Gyertek! Még sok látnivaló van az erdőben. Caillou kíváncsi volt, hogy mit látnak még. Hé! Hadd mutassak valamit, Caillou. Fogd meg az ágat, és tégy úgy, mintha egy ajtót nyitnál ki. Aztán a magas karácsonyfa. Caillou elképzelte, hogy ez lenne élete legszebb karácsonyfája. Ráadásul saját díszei is lennének. Áú! Vigyázz! A fenyőnek tűlevelei vannak, amik szúrnak. Caillou arra gondolt, hogy egy toboz milyen nagyszerű kincs lenne. Én láttam meg előbb! Nem Caillou, az enyém! Az erdőben rengeteg különleges kincs van. Ha tovább keresgéltek, biztos találtok mást is. Caillou nem tudta, mi lehetne jobb egy toboznál. Kíváncsi volt, hogy mit talál legközelebb. A fa életében minden évet egy újabb gyűrű jelképez. Számoljuk meg, hogy milyen idős volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, biztosan nagyon öreg fa volt ez a fa. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caillou kíváncsi volt, hogy vajon honnan jön ez a furcsa hang. Hirtelen egyedül találta magát, és megrémült. Nem ment túl messzire, de már nem látta, hogy hol vannak a többiek. Caillou! Caillou! Itt vagyok! Ó, Caillou! Az erdőben nagyon könnyen el lehet veszni. A csoporttal kell maradnod. De hallottam egy vicces hangot, és tudni akartam, mi az. Olyan volt, mint amikor valaki kopog az ajtón. Maradjunk csendben, hát ha meghalljuk újra. Nézzétek! Egy harkály. Férgeket keres ebédre. Ehetek a bogyókból? Óvatosnak kell lenned, Caillou. Nem minden bogyó ehető. De az a szeder biztos finom lenne. Maradj mozdulatlan, mint egy szobor, és el fog menni. Azta! Caillou mérges volt, mert ő volt az egyetlen, aki még mindig nem talált kincset magának. Rendben, gyerekek, ideje indulni. Mosakodjatok meg. Te menj le a patakhoz mosakodni, Caillou. Caillou gyönyörűnek találta a követ. Mi az nálad, Caillou? Találtam egy követ! Ez... Egy teknős! Caillou megtalálta a legjobb kincset. Ebben a kőben bujkált. Az a páncélja. A teknősöknek saját házuk van, hogy megvédje őket. Aranyos. Ne zavarjátok, a teknősök félénkek. Gyere, Caillou, ideje indulni. Megtarthatom? Akkor messzire vinnéd az otthonától. Caillou meg akarta tartani a teknőst, de tudta, hogy jobb lesz neki az erdőben. Szia, teknős! Legközelebb találkozunk! Caillou!
Caillou, hol vagy? Mit keres itt a szennyes tartókosaram? Nézd, anya! Teknős vagyok! És ez az új házam! Caillou házat fest. Parancsolj, Rozi! Boldogulsz a spagettivel, Caillou? Nem vagyok kisbaba, mint Rozi. Megy egyedül is. Felhívhatom a nagyit. Persze. Már tárcsázom is neked. Én is tudom. Caillou tudta, hogy a telefonon volt egy különleges gomb a nagymama nevével. Nem akarta, hogy az anyukája segítsen neki. Szia, apa! Mit csinálsz oda fent? Szia, Caillou! Átfestem a teraszt, hogy olyan szép legyen, mint régen. Segíthetek festeni? A nagyi mindig azt mondja, hogy szépen festek. Sajnálom, Caillou, de ez másfajta festés. A házat átfesteni kemény munka. Menni fog nekem is, apa. Talán, ha nagyobb leszel, jó? Inkább menj be és fess egy képet a nagyinak. Caillou nagyon csalódott volt. Segíteni akart az apukájának, és meg akarta mutatni, hogy egyedül is képes dolgokra. Anya! De azért néha szüksége volt segítségre. Nem érem el! Parancsolj! Gyere, Rozi, aludjunk! Caillou szeretett festeni, de még jobban szerette volna a házat festeni az apukájával. Meg akarta mutatni neki, hogy tud házat festeni. Elégedett volt magával. Alig várta, hogy megmutassa apukájának, milyen ügyesen átfestette Rozi babaházát. Szia, Caillou! Hogy haladsz a nagyi festményével? Lefestettem Rozi babaházát. Ó, az biztos szép kép lett. Fogd meg az ecsetemet egy kicsit, és mindjárt megmutathatod. Az mi? Ez figyelmezteti az embereket, hogy friss a festés. Caillou nem gondolt arra, hogy ilyen táblát kitegyen, de remek ötletnek tartotta. Csak nem ezt festetted a nagyinak? Ez a frissen festett táblám, mint a tied. Apukája kezdett gondolkodni, hogy vajon mit festhetett Caillou. Gilbert! Caillou azt kívánta, bár tudott volna a jelről, mielőtt bent hagyta Gilbertet. Jaj, ne! Ez meg mi? Caillounak bűntudata volt. Meg akarta mutatni az apukájának, hogy ügyesen tud festeni. Sajnálom, apa. A festékeid papírra valók. Nem használhatod őket máshol, ha csak anya vagy apa nem mondja. Segíteni akartam házat festeni. Nem hiszem, hogy elég nagy vagy hozzá. De takarítani segíthetsz. Hogy halad a munka? Remekül! Caillou segítségével apukája fel tudott takarítani, és még Rozi babaházát is rendbe tudták hozni. Ne felejtsd el a táblát! Caillou hálaadása. Nézd, anya! El fogom kapni! Gilbert! Igen! Játsz velem, anya! Jól van! Úgy látom, jól szórakoztok. Apa, mit vettél? Vettél valamit nekem is? Lássuk csak, van nálam répa, krumpli, gyümölcslé, saláta, bors és hagyma. Ó, és valami neked. Caillou nem tudta, hogy mit kapott. Olyan volt, mint a kukorica, de a szemeknek mindenféle színük volt. Megehetem? Nem, ez csak díszítés, Caillou. Kukorica, amit kiszárítottak a napon. Ez lesz az asztaldísz hálaadáskor. Még sok dolgunk van, jobb lesz, ha belekezdünk. Caillou tovább akart játszani a levelek között, de egyedül nem élvezte annyira. Ezért úgy döntött, hogy segít a hálaadási előkészületekkel. Mi történt?
történt, apa? Miért sírsz? Mert nekem kell felvágni a hagymát, ami megríkat. Én nem szeretem a hagymát. Tessék, Rozi! Szeretnél segíteni, Kájú? Igen! Tessék, törd el apró darabokra a töltelékhez. Kájú szeretett a szüleinek segíteni a főzésben, de még jobban szeretett volna Gilberttel játszani. Kenyér, kenyér, én is! Kájú! Tessék, Rozi, össze kell törnöd apró darabokra, érted? Rozi, ne! Anya, Rozi megeszi a kenyeret! Éhes vagy, Rozi? Hozok neked valami mást. Kájú, hova tűnt? Megvagy! Én is akarok játszani! Hey! Túl nagy a szél! Játszunk inkább bent, Gilbert! Hű! Gyere, Gilbert! Hát itt vagy. Segítenél megteríteni, Kájú? Tökéletes. Hát nem csodás? Szívem, nem találom a borsót. Mindjárt megyek. Be tudod fejezni egyedül, Kájú? Kájú nem akarta megteríteni az asztalt. Teljesen elvonta a figyelmét az asztaldísz, amit a mamája csinált. De úgy érezte, hogy nem tökéletes. Egyelőre. Ez felülre való. Hoppá! Jaj, ne! Vissza, Rozi! Az alma az asztalra való! Nem! Rozi almája! Jaj, ne, Kájú! Sajnálom! Semmi baj, terítsd meg az asztalt, én pedig később feltakarítok. Ha kész vagy, gyere a konyhába, jó? Kájú kezdte úgy érezni, hogy túl sok dolga van. Tessék, ezt tedd be a kosárba, kérlek! Nem akarok többet segíteni! Na de, Kájú, a hálaadás egy különleges nap, amikor hálát adunk a sok finomságért, amit ehetünk. Ezért segít mindenki az előkészületekben, hogy leülhessünk és hálát adhassunk. Emellett hálát adunk a csodás családunkért, és hogy megoszthatjuk egymással ezt a sok finomságot. Tessék, kóstold meg! A nagymama és a nagypapa is velünk ünnepli ma a hálaadást. Ó, milyen késő van. Épp végezhetünk, ha mindenki segít. Én segítek! Kájú megértette, hogy a hálaadás milyen különleges nap, és segíteni szeretett volna a szüleinek elkészíteni a lakomát. És mindamellett a sok finomságnak olyan illata volt, hogy kezdett igazán megéhezni. Gilbert, most bizony nincs időnk játszani. Segítenem kell anyának és apának. Segíthetnék anyának a díszítésben. Ez jó ötlet, Gilbert! Nézd, Gilbert! Mindenkinek lesz egy levele. Még neked is. Kájú büszke volt, hogy feldíszítette az asztalt a hálaadási vacsorára, és a maradék levélről Kájúnak rögtön eszébe jutott egy játék. Gilbert, ne! Már itt vannak, de az asztal még nincs megterítve. Megterítettem az asztalt, anya. Ó, köszönöm, Kájú. Boldog hálaadást. Ennek a pulykának isteni illata van. Gyertek be. Szia, Kájú. Ó, ez mi? A játékom. Követnetek kell, és minden levélre rá kell lépni. Kájú büszke volt, hogy mindenki követte, és a hálaadási játékát játszotta.
Már alig várta, hogy mindenkinek megmutassa a különleges díszt, amit ő rakott az asztalra. Micsoda remek ötlet! Mindenkinek van egy! Milyen kellemes meglepetés, Caillou! Nagyon ügyes voltál! Akkor kezdődhet a lakoma? Igen! Rosie alig evett valamit. Azért, mert egész nap evett. Caillou nagyon sokat segített. Igaz, Caillou? Láttam ám, hogy torkoskodsz. Gilbertnek nagyon ízlik a tökös pitéd, nagymama. Ahogy nekem is. És nekem is! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.